Egy csapat pesti bringás megunta az elszemtelenedett kerékpártolvajokat. Rejtett műholdas jeladóval felszerelt csali bringával csaljuk létre a bűnözőket. Kövess bennünket hétről hétre! Ez a Tolvajkergetők websorozata. A jelenleg hatályos büntető törvénykönyv szerint a kerékpárlopás nem különösebben súlyos bűncselekmény. Ha nem éri el a kárérték a 200 000 forintot, akkor csupán enyhe vétség. Ezért, ha csodával határos módon el is fog a rendőrség néha egy-egy biciklitolvajt, szinte sohasem kerülnek börtönbe. Levélben fordultunk több párt országgyűlési képviselőihez is, kérve, hogy változtassanak ezen. Csak a Jobbik Magyarországért mozgalomtól kaptunk választ. Berta Szilvia jobbikos képviselő megpróbált előterjeszteni egy törvénymódosítási javaslatot, amely kiemelt bűncselekménnyé minősítette volna a kerékpárlopást, hasonlóan, mint a nemes fémek vagy kegyeleti tárgyak eltulajdonítását. Hát igen, ősszel majd télen újra előterjesztettem azt a BTK változtatást, miszerint önmagában a nem gépi meghajtású jármű már védett eszköz lenne, tehát ennek az eltulajdonítása esetén 2 évig terjedő szabadságvesztés lenne a büntetés. Erre ugye azért volt szükség, mert hogy a jelenlegi szabályozás ugyan elvileg nagyon körülményesen lehetővé teszi azt, hogy büntessék a biciklitolvajlást, de gyakorlatilag ez alkalmazhatatlan. Nem lehet azt mondani, hogy elutasították, tartózkodtak. És többek között az is benne volt a magyarázatban, hogy hamarosan készül az új BTK, amiben majd erre a problémára is megoldást kívánnak nyújtani. Hát ugye reménykedve vártuk az új BTK-t, hogy akkor vajon mi és hogy. És sajnos azt tapasztaltuk, hogy tulajdonképpen semmi nem került be. Ugyanaz a lehetőség van, mint ami most is, hogy amennyiben dolog elleni erőszakkal tulajdonítják el, akkor 2 évig terjedő szabadságvesztés, csak ugye ugyanaz a probléma, mint eddig is volt, hogy azt bizonyítani, hogy valóban valaki leláncolta, vagy lezárta azt a biciklit, ez roppant nehéz, tehát viszonylag kevesen szoktak fényképet csinálni, és 2 tanús jegyzőkönyvet fölvenni minden egyes bicikli lezáráskor, körülbelül erre lenne szükség. Tehát úgy tűnik, hogy továbbra is a civil szférának kell küzdenie civil összefogás kereteiben. Június elején egy ott lakó ismerősünk jelezte, hogy Vecsésen egyre nagyobb problémát okoz egy kerékpártolvajbanda. Annyi biciklit lopnak el a tárolókból, hogy a helyiek már csak úcska, rozsdás gépeken mernek közlekedni, hogy csökkentsék a kárukat. De még ezeknek is folyton lába kélt. A rendőrség bár sejtette, kik az elkövetők, tehetetlen volt. Ránk volt szükség. A vasútállomás egyik tárolójára esett a választásunk. Egy térfigyelő kamera is volt a közelben, ami eddig nem oda nézett, de elfordítattuk. A képet interneten átnéztük barátunk lakásából, ami roppant kényelmes leshely volt. Több mint egy napig kellett várakoznunk. Reggel az ingázók szokás szerint leláncolták kerékpárjaikat a tárolóban, 11 óra után pedig megjelent 2 félmeztelen alak. Egyikük a vasúti aluljáró lépcsőjénél állva falazott, míg társa egy fogóval elvágta a csali sodrony zárját. Rögtön látszott, hogy nem túl intelligensek, több mint 3 percig szerencsétlenkedett, pedig a lakaton direkt rajta hagytuk a számkombinációt. Utóbb kiderült, hogy mindketten analfabéták. A spybike természetesen azonnal bekapcsolt. A tolvajok alig pár száz métert tettek meg. A jelzést követve egy igen takaros családi házhoz jutottunk, néhány srác a környéken maradt figyelni, mi pedig elmentünk a helyi rendőrőrsre. A rendőrök a videófelvételen azonnal felismerték a kis Rafit, azaz Rafael Csabát, egy jól ismert bűnözőt. Arra is volt tippjük, ki lehetett a társa. A házról elmondták, hogy a múlt héten volt ott egy betörés. Egy helyi vállalkozó lakik ott, aki rendszeresen ad munkát a szegényeknek, hogy segítse őket. A jelek szerint megsegítik ők saját magukat, ha kell. Azzal a kerékpárra ki fogadnak? Az nekem hozták most. Igen? Be is vállal, most hozták nekem. Az mondta, hogy az övé, vehem meg. Még egyszer? Az mondta, hogy az övé, vehem meg. Övé? Verne. Vegyem meg a biciklit. Vegyem meg? Igen, hogy nem tudom, hogy hívják. Önt, hogy hívják? Lőri. Krisztián. Krisztián. És hol lakik? Itt. Miért árulták ezt a kerékpárt? 15.
A bákói illetőségű román állampolgárt a rendőrök előállították, majd elindultak a két elkövető keresésére. Egyik ismert tartózkodási helyükön sem találták őket. A családjuk azt is tagadta, hogy otthon laknának. Ám hirtelen kiszúrták őket, amint a tetthelytől nem messze, épp bementek egy kocsmába. Itt kamerázunk. Még kamerázunk. Nagyszerű intézkedést rögzítjük. Ja? Nehogy utána panasz legyen. És pont rajta? Ezt a kerékpártől rakta össze? Jó. Jó. Csaba. Törvény nevében ellátjuk a Vecsési rendőrölcsre, Gólman urat is. Jöjjenek. Gólman urat. A két mély szegénységben élő honfitárs nem először kerül összeütközésbe a törvénnyel. Mindkettőjük ellen több büntetőeljárás folyik, nagyértékű lopás miatt vádat is emeltek már ellenük. Ezúttal sikerült megvalósítaniuk egy újabb nagyértékű lopás zártöréssel, halmazatban orgazdasággal. Ez pedig alsó hangon is 5 év börtönt ér. Nem is engedték őket szabadon a zsaruk. Az általunk összegyűjtött bizonyítékok elegendőek voltak, hogy gyorsított eljárással állítsák őket bíróság elé. Néhány nappal később már meg is kapták letöltendő börtönbüntetésüket a Monori Városi Bíróságtól. Az orgazda szabadlábon védekezhet. Mondani valója az ügyről a következő volt. Hát én 2 hete jöttem, de Vecsésben bajagosóval ott van, ismerem őket. Őket nem ismerett, csak így jöttek, kasmába jöttek, elkérték talán pénz, nem bírtam kiszedni. Hónap adódom, máma bevállalt, hogy még 7000 vagy 8000 adja még. Máskor nem érdekel, extra, ismerem őket, adom elég rá, hogy az is, hogy nem ismerek. Tőlük vettem is kész, nem fogom inni. Szeretném megköszönni a vecsési rendőrök segítségét. Első ízben találkoztunk olyan rendőrökkel, akik kifejezetten segítőkészek voltak, barátságosak, sőt, megköszönték, hogy a munkájukat segítettük. Ezt Budapesten sajnos nem tapasztalhattuk. Vecsés lakói végre fellélegezhetnek. A következő néhány évben kevesebb lopással és betöréssel kell számolniuk. Sikerünkről a városi televízió is beszámolt, és a rendőrkapitány is megköszönte nekünk a segítséget.